Hölgyek, urak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a idei díjátadó ünnepségen. Nem így terveztük, de szerintem ezt az egész évet meg a tavit senki nem így tervezte, de mégis így alakult. Ellenben azt gondoltuk, hogy akkor is a munka megbecsüléséért járó díjakat kiosztjuk, még akkor is, ha ilyen keveset tudunk itt lenni. Ez szerintem jó ötlet volt Árcsani polgármester asszonytól. Azért ültünk úgy ott, mert ugye ez házasságkötő terem, és ugye középen az ifjúpár, úgy jobbra-balra a tanuk, így akkor már tanúja is van ennek az eseménynek, nem csak az internet, hanem a többiek is. Meg hát ezt tudjátok, hogy ugye a pedagógus bál alkalmával szoktuk kiosztani ezeket a díjakat, ugye akkor ott énekelni szoktunk az elején, és akkor most ezt nem tesszük meg. Már csak azért sem, mert az én énekhangom az a tömegoszlatás egyik eszközeként a belügyminisztériumban leltárt ma valamire, és így akkor ezt most nem tudnám megtenni. De komolyra fordítva a szót, nagyon szépen köszönöm a pedagógus társadalomnak azt a munkát, amit a tavalyi évben elvégzett. Nem kevés munka volt, főleg ez a néhol online, néhol bezárt, néhol megnyitott, néhol nem tudom milyen munkával, úgyhogy akik most kapnak díjazást, azok vegyék úgy, hogy mintha kétszer kaptak volna. Jó? Na és ezek után, ugye aki az év pedagógiai munkáját segítő alkalmazottja 2020 díjban részesül, a születése óta él Budapesten, 1981-ben szerzett középfokú képesítést kereskedelmi iskolában. 1981-től 2006-ig a kereskedelemben dolgozott, közben férjhez ment és két fiú gyermek büszke édesanyja lett. 2006 óta dolgozik a 16. kerületben, Dajka munkakörben. Először a Szemmiályi Játszókert óvodában dolgozott 10 évig, majd 2015-től a Budapest 16. kerületi Margaréta óvodában folytatja pedagógiai munkáját, segítő tevékenységét. Kézügyessége, művészi érzéke, rajzkészsége kimagasló, virágkötő és fazekas iskolát is elvégezte az évek folyamán. Munka végzése példaértékű. Rábízott feladatokat maradéktalanul, megbízhatóan, szorgalmasan végzi. Figyeli az óvodapedagógusok szavait, mozdulatait, jelzéseit, annak érdekében, hogy segítő tevékenységével a gyermekek érdekét szolgálva végezhesse munkáját. A befogadó pedagógiai módszerei és eszközeit használva segíti a csoportjába járó sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A gyermekek iránti szeretete, megnyugvást és biztonsági érzetet nyújt minden óvodásnak. Igazi tyúkanyó, mindenkinek szívesen segít az élet minden területén. Lelkiismeretes odaadó természete, munkabírása példaértékű. A szülőkkel, kollégákkal is pozitív kapcsolatot alakított ki. Bátran lehet fordulni hozzá segítségért, tanácsért. Mindig jókedvű, vidám, kiegyensúlyozott, az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja díjat kapja. Szafranszkiné, Szarka Zsuzsanna. Köszönöm szépen, így tudok csak kiszitadni. Ezt is megmutatom, bocsánat. Tessék parancsolni. Hát lehet, hogy úgy kellett volna, de most már így alakultunk. Bocsánat. Nagyon szépen köszönjük a körödben végzett hosszú idejű munkáját. Az év óvoda pedagógusa díjazottja 1989-ben szerzett diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 1988. augusztusától dolgozik jelenlegi munkahelyén. Elkötelezett pedagógusként fontosnak tartotta, hogy nagy szakértelemmel tudja segíteni a gyerekek egyéni fejlődését. Tanulmányait soha nem tekintette befejezetnek, hiszen számos továbbképzésen gyarapította tudását, mint például fejlesztő pedagógiai továbbképzésen vett részt, megismerkedett a Szindelár Zsoldos programmal, mely a részterületek elmaradásának felkutatásában van segítségére, elvégezte a tanulási nehézségek megelőzése és a kialakult tanulási nehézségek kezelése továbbképzést.
Az óvodában folyó integráló munka kezdeti nehézségeinek leküzdéséhez a professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai környezetben továbbképzésen gyarapította ismereteit, valamint a korai fejlesztő központ autizmussal élő gyerekek az óvodában integráció a gyakorlatban továbbképzéseket is elvégezte. Elsajátított ismereteit nap mint nap alkalmazza a munkájában, számos autizmussal élő gyereket integrált sikeresen csoportjaiban. A minőségi pedagógiai munka érdekében minőségfejlesztési munkacsoportot vezetett, majd a belső ellenőrzési csoport vezetői feladatait látta el. 2011 óta óvodavezető helyettesként szakmai hozzáértését, szervezőkészségét, segítőkészségét, türelmét, empátiáját az óvoda felnőtt közössége is megtapasztalja, melynek immár 33 éve tagja. Egyéniségéből áradó nyugalom a gyerekekre és a felnőttekre is nagyon jó hatással van, elfogadó személyisége példaértékű. Az év óvodapedagógusa elismerésében részesül Mikolics Klára. Ha valaki telefonon hívja a kerületi iskolát, egy nagyon kedves, közvetlen stílusú csicsergő hang válaszol a vonal túlfeléről, melynek tulajdonosa minden esetben egy segítőkész hívófélként áll a rendelkezésére a hívófélnek. Akiről beszélünk, a távoli Kisvárdán született, de nyitottsága, tudásvágya fiatalon elindította őt szeretett szülőhelyéről. Középiskolai éveit a Császi László szakközépiskolában töltötte, ez egy postaforgalmi szakközépiskola, hol sikeresen diplomázott, ezt követően a Széchenyi István Műszaki Főiskola közlekedési és logisztikai intézet postaüzemi szakán végzett. Ezután elvégzett egy informatikai képzést is, melynek köszönhetően magabiztosan kezeli a számítógépet. Korábbi munkahelyei távol álltak az iskola világától, termékmenedzser, terjesztője előadó, üzletköző szerepeket töltött be. Időközben férhez ment, született két gyönyörű kislánya, és úgy gondolta, hogy én édesanyaként egy szabályozottabb munkaidő mellett tudja ezeket a terheket viselni. Iskolatitkári feladatait mindig kiemelkedő, magas színvonalon végzi, munkáját kiváló kommunikációs készséggel, az egyéb irányú főiskolai tanulmányai során megszerzett szervezési, protokoll és gazdasági ismeretek felhasználásával végzi. Bár pedagógiai végzettsége nincs, gyermekszeretete, tanulóközpontú szemlélete példaértékű, és ahogy lelkén viseli a kisdiákok érdekeit, úgy támogatja a szülőket is. Feladatköre igen szertágazó, beiratkozástól kezdődően a nyolcadikosok búcsúztatásáig számtalan teendő vár rá. Az alkalmazottak és a tanulók felvétele, kiléptetése, különböző tanúgyi dokumentumok generálása is az ő feladata. A vezetőség sem nélkülözheti állásos tevékenységét, hiszen nincs olyan adatszolgáltatás, amiből tevőlegesen ne vállalna szerepet. Az iskolai rendezvények szervezőgárdájában is elmaradhatatlan feladatokat vállal, fizikai munkától sem retten vissza. Segít a tantermek rendezésében, de kivette részét az épület felújítása során a munkából is. Saját munkáját kitartóan, a határidőket figyelemmel kísérve végzi. Lelkesedéssel pozitív hatással van kollégáira és a diákokra is. A mi Marcsi nénink emlegetik szeretettel őt a diákok és a szülők egyaránt. Az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja díjat Budapest 16. kelet Móra Ferenc Általános Iskola iskolatitkára Pócsné Kolozs Mária. Köszönöm szépen a...
munkáját, ilyen szép gazdag nacionálét egy levegővel. Gratulálok, köszönjük szépen a munkáját. Nagyon sok szeretettel, kiváló. Köszönjük szépen a munkáját, még sok-sok évig szállítunk. Köszönöm szépen, szépen. És végül, de nem utolsó sorban, az év pedagógusa kitüntető címet kapó kollégát, a tradíciós sokoldalúság, szakmai és emberi igényesség, folyamatos megújulás, megalkulás nélküli elhivatottság. Talán ezekkel a kifejezésekkel lehet leginkább érzékeltetni annak a pedagógusnak a munkáját, akinek a neve, személye összeforrt a Korvi Mátyás gimnáziummal. A díjazott szüleit nem csak a 16. kerületben, hanem a tornasport világán belül országosan is sokan ismerték és elismerték. A Korvinos testnevelő házaspár gyermeke a két kiváló pedagógus mintája alapján talán nem is választhatott volna más pályát, mint a tanárit, és talán nem is választhatott volna tanárként más iskolát, mint a Korvint. A három évtized alatt évről évre bővültek, változtak szerepkörei. A kémia és fizika tanítása mellett hamar megtalálta az osztályfőnöki feladat, majd a munkaközösségvezetés, később az igazgató helyettesség. Gyermekközpontúságát jól tükrözi, hogy nem csak az a kérdés izgatta és motiválja jelenleg is, hogy hogyan lehet eredményesen, hatékonyan megtanítani a fiatalokkal a természettudományokat, hanem az is, hogy hogyan lehet megszerettetni velük azokat. Ezt a módszertani érdeklődést, innovatív tanári attitűdöt sok minden tükrözi. Például 9.-10. évfolyamos kémia tankönyvet írt munkatársával rendszeresen előadásokat tartott kémia tanári konferenciákon, és felkérték oktatásmódszertani prezentálásra is egy nemzetközi konferencián, vegyész konferencián. Tapasztalatait, didaktikai meglátásait a Kémia Tanítása című módszertani folyóiratban publikálta. A kolléganő az emelt szintű képzés kereteit kihasználva jelenleg is az iskolai tehetséggondozás fontos résztvevője, így továbbra is az orvosnak, vegyésznek készülő diákok sokassága alapozza meg tudását, felkészültségét tanóráin. Régi tanítványai közül pedig többen, akiket szintén ő inspirált a kémia órákon, szakkörökön, fakultációkon, vagy éppen az iskolán kívüli természettudományos programokon, már sikeres szakemberként érnek vissza előadást tartani az Alma Materba egy-egy karriernapon, vagy más iskolai eseményen. Szervező képességeit és szaktárgyi elhivatottságát jól tükrözi, hogy az elmúlt tanévben a teljes iskolát megmozgatva készített performance a periódusos rendszer évfordulójára. A szaktárgyi tudását és pedagógiai ismereteit saját intézményén kívül is megosztja, hiszen 20 éve folyamatosan szaktanácsadóként is tevékenykedik. A Korvinban 6 osztálynak volt az osztályfőnöke. A változó diágenerációkhoz könnyen alkalmazkodott, hiszen töretlenül megvolt és megvan a legfőbb motivációja a gyerekeknek és hivatásának a szeretete. A következetes, személyes példán és kölcsönös tiszteleten alapuló nevelés jellemzi. A dicséretek és dorgálások megfontolt alkalmazása mellett diákjai számára feledhetetlen a humora és személyiségének szuggesztív ereje. Iskolai évkönyv, diák alapítvány, hagyományőrző iskolai ünnepségek kitalálása, szervezése, az intézményi szintű közösségi szolgálat rendszerének kidolgozása és koordinálása, és még folytathatnánk a sort. Bármelyik tevékenységi körén belül dolgozik, mindig az igényesség, a szakmaiság és a felelősségtudat jellemzi. Több évtizedes példaértékű nevelőoktató munkája elismeréseként az év pedagógusa kitüntető címet 2020-ban a Korvin Mátyás iskola, a Korvin Mátyás gimnázium pedagógusa, igazgatóhelyettese Juhász Jenőné Keszthelyi Blanka kapja, és a díjhoz szívből gratulálok. Blanka, szívből gratulálok. Jaj, hogy kell. Szívből gratulálok, így. Szívből gratulálok, mert én szívből utáltam a kémiát, de biztos magánál meg szerettem. Nem tanította Blanka. Az biztos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az összes puszit és ölelésbe fogjuk pótolni.
csak ezt tudom mondani, hogy az összes puszit és ölelést be fogjuk fordulni egy későbbi időpontban. Remélhetőleg ez a későbbi időpont egyre hamarabb lesz, hogy egyre korábban közelebb érünk ahhoz a ponthoz, amikor majd ezt meg tudjuk tenni.